Ma már rá sem lehet ismerni az évekig düledező plébánia épületére. A 3 évig tartó felújítás Lajtai Zoltán építész tervei és irányítása alatt folytak. Azt mondja, hosszú levéltári munka előzte meg a tervezést, melynek során újabb, a város egészen számára is érdekes dokumentumokkal lettek gazdagabbak. A középkorban Tolna komoly hely volt, ugye a nevét a megye nem véletlenül kapta, Tolnavár, királyi székhely, itt volt országgyűlések, tehát egy komoly hely volt, és egy akkora templom volt itt, amiről azt írták, hát talán lehet, hogy Nagy Zoltak, de egy picit lehet, hogy még igaz is, hogy egy akkora templom volt a várban, hogy mondjuk Budától a Fekete-tengerig a legnagyobb vár volt ez a rész. Ez egy nagy kikötő volt, középkorban komoly hely volt. Az épület annyira rossz állapotban volt, hogy a boltozat megnyílt, és téglák estek le róla, mondja Lajtai Zoltán. Mivel a plébánia műemléki védettséget élvez, így a tervezői munkától a felhasznált anyagok minőségéig szigorú szabályok szerint kellett dolgozniuk. Kompromisszumok egymással, az igények és a lehetőségek, az építészeti és a műemléki szempontok, tehát itt minél többen vannak egy ilyen dologban, annál nehezebb ugye pontosan lenni, de nagyon tetszik az egész végeredmény, és szépen fel tudtuk újítani, és ez mindig szerintem a dolog érdekében való vitákkal is jár, de ez nem baj. A felújítás költsége megközelítette a 100 millió forintot, és Ravasz Csaba plébános rövidesen, végérvényesen beköltözhet a megújult hivatalba.